Az Ipari Innováció Díjas Aluin Bencrt környezetbarát alumínium hab építőipari paneleket gyártó üzemben elindult a magyar szabadalom alatt álló termékek gyártása. A vállalkozás célja az, hogy Borsodabói Zemplén megyében egy tudományos és technológiai ipari parkban a magyar alumínium ipar innovációs központként működhessen. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vett a Felsőzsolcai Ipari Parkban az Aluinvent ZRT gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán. Napjainkban minden fejlett ipari ország esetében fontos kérdéssé vált a versenyképesség és a növekedés ütemének emelése, az új iparpolitikák kidolgozása és a nemzetközi kereskedelem élénkítése, emelte ki Varga Mihály. A szakminiszter a középtávú jövő kialakításáról szólva elmondta azt, hogy kiegyensúlyozott, fenntartható és gyorsuló ütemű növekedéssel számolnak, a bővülés üteme 2017-ben és 2018-ban is meghaladhatja a 4%-ot. Varga Mihály többek között arra is rámutatott, hogy a magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhető, hogy egyszerre lehet jelentős bérintézkedéseket és jelentős adócsökkentéseket elindítani. Azt várjuk, hogy ezek az intézkedések jelentősen javítják majd a gazdaság hatékonyságát és versenyképességét, szögezte le Varga Mihály. Borsodabói Zemplén megye is kivette a részét az ország fejlődéséből. Ezek a kedvező folyamatok tükröződnek a munkaerőpiaci adatokban is. A foglalkoztatottak száma 2010 és 2016 harmadik negyedéve között az országos átlagnál gyorsabb ütemben több mint 20%-kal emelkedett. Az Aluinvent ZRT fő terméke az Aluhab márka nevű alumíniumhab, amelynek építőipari panel változatát Designiumnak hívják. A cég ezt új anyagként vezeti be a piacra, és együttműködik azokkal a cégekkel, illetve végtermékgyártókkal, akik fantáziát látnak ebben a termékben. A vállalkozás 2012-ben alakult, és egy terméket gyártunk, ami egy új anyag, ezt úgy hívjuk, hogy alumíniumhab. Az alumíniumhabnak van már márka neve, Aluhab, ugye magyar név, és az Aluhabnak van most egy kislánya, amit úgy hívunk, hogy Designium. A Designium egy építőipari panel, ami alkalmas épületek burkolatára, de ahogy itt a bemutató termékben látható, falakat, illetve álmennyezetet is lehet belőle készíteni, illetve design termékként különböző alkalmazásokra is jó, például bútor bevonatra, de más lámpától kezdve más design terméket is lehet belőle készíteni. A meghívott vendégek gyárlátogatáson is részt vettek, ahol a vállalkozás alelnöke mutatta be a gyártási folyamatokat és a késztermékeket. Megmutattam a gyártósort, a Designium építőipari burkoló panel gyártósorát, ami alumíniumból indul ki, alumíniumot olvasztunk, ebbe belekeverjük azt a magas hőmérsékletű szappant, amitől habosíthatóvá válik az alumínium. Ugye az, hogy hogy csináljuk, ez a mi titkunk, ez egy szakácsművészet, és az habosítható alumíniumba pedig beleinjektálunk buborékokat különböző méretben, attól függ, hogy milyen tulajdonságú alumínium habot akarunk előállítani. A térség országgyűlési képviselője szerint ilyen vállalkozásokra lenne szükség a megyében és az országban is, mint az Aluinvent ZRT, hiszen ezzel az innovatív alumínium ipari technológiával országos hírnevet és nemzetközi sikereket is elérhetnek. Borsodabói Zemplén megyéről mindig az a hír érte, hogy egy elég hátrányos helyzetű régió, most ez nem igaz, tehát amikor egy kis településen, tehát Felsőzsolcán, és hát most már nem az idei év, mert tavaly évben volt itt miniszter úr szintén Felsőzsolcán, és most megint itt van, tehát látszik, hogy gomba számra nőnek ki, vagyis fejlődnek a vállalkozások. Ha csak gondolok, ugye az autószalonok is nyílnak itt a választókerületben Miskolc körül, és Miskolc is fejlődik, ez mindannyiunknak a sikere, tehát ha egy kis település vagy Miskolc, egymást segítjük, egymást húzzuk, és így ezáltal a régió is fejlődik, és Borsod megye is erősödik, és ezáltal Magyarország is erősödik. A választókerület országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy Felsőzsolcán jött létre ez a beruházás, és megköszönte azt, hogy az országnak ebben a régiójában hosszabb ideje sikeresen működnek. Magyarországon szükség van sikeres vállalkozásokra, amelyek biztosítják a fejlődés és a boldogulás lehetőségét a térségben élőknek. Ha jól emlékszem, 2013-ban voltam itt először, akkor még a kutatás szintjén
állt ez a gyár, vagy ez az üzem, és most már hála Istennek átadhattuk. Egy országgyűlési képviselő, a területnek az országgyűlési képviselője, csak annak örülhet, ha munkahelyek jönnek létre, így itt Felső Zsolcán, tehát nem csak a kétkezű munkások, diplomások és a tudományos fokozattal bírók is kapnak itt munkát, és nagyon fontos számomra, hogy tehát úgy gondolom, ezzel a régió hagyományosan a fémiparral foglalkozó terület most egy high-tech fémiparral kezd foglalkozni, ami ugye viheti az egész ország hírnevét külföldre, és hát bízunk benne, hogy nemzetközi sikereket ér el, mert már elért, úgyhogy a jövőben is bízunk benne, hogy így fog történni. Itt az űriparban is el tudnak adni ilyen termékeket, és ez mindenféleképpen egy magyar szabadalom, magyar találmány, úgyhogy ilyen vállalkozásokra van szükség. Felső Zsolca alpolgármestere kitörő örömmel fogadta a hírt, miszerint egy újabb üzemmel bővült a település. Ez azt jelenti, hogy a helyieknek lehetőségük van arra, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a városukban. Felső Zsolca ipari parkban eddig is a vállalkozók települtek, és majdnem teljes a kihasználtsága a ipari parkunknak. A jelenlegi aluinvent az azért fontos, mert ez nem csak az átlagos beruházás és fejlesztés, illetve szolgáltatói part szolgálja, hanem a kutatás fejlesztésbe is. A Miskolci Egyetemmel együttműködve jelentős európai, illetve világra szóló esemény történt ezzel az alumínium habosítással. Ennek a kezdetén járunk még most, amit el is hangzott, de már 2 éve itten a területen már én figyelemmel kísértem ennek a fejlődését, és való úgy igaz, hogy most érték el annak a robbanás szintjét, hogy ebből európai, illetve világszóló esemény is lehet. Az űrkutatásba, a hadiparba, az épület szigetelésekbe, illetve a high-tech technikába is alkalmas ez a technológia, és ez nagy jövő előtt áll, bízunk benne. Felső Zsolca városnak meg azért nagyon fontos, mert újabb emberek települnek, 70 családnak ad majd megélhetést, illetőleg a önkormányzati stabilitás biztosítja az iparüzési adó, építményadó vonatkozásában. Az Aluinvent ZRT 2012-es megalakulása óta mintegy 1,5 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg. A most átadott gyártókomplexum mintegy 700 millió forint beruházást jelent, és teljes egészében hazai fejlesztésként valósult meg. A gyár 3 műszakban mintegy 40 főt foglalkoztat majd, de a tervezett további fejlesztésekkel, a kapacitások kiépítésével közel 300 új munkahely jöhet létre. A fő célpiac az építőipari burkoló és hangszigetelő elemek, valamint dizájntermékek előállítása.